Már délelőtt takarítanak és pakolnak a sátorban. Az esti előadásra készülnek az Ötvös Cirkuszban. A 45 fős társulat idén is ellátogatott Nyíregyházára, természetesen cirkuszi állatokkal, például tevét és elefántokat is láthatnak majd a nézők. Ezek a felvételek még a tavalyi előadáson készültek, idén egy teljesen új produkcióval járják az országot. Minden évben teljesen új műsort tudunk bemutatni. Az idei műsorunk címe az Időutazó, melyben belefoglaltatik, hogy egy időutazást eszközölünk a műsor keretén belül. Az Ötvös Cirkusz Boholca, Pompom Boholc, egy ilyen őrült tudós professzort alakít, melyben ő feltalálja az időgépet, és akkor velem együtt, mi vagyunk az időutazók, és ketten együtt utazgatunk az időben, a különböző korokban, ahol megtekintjük a különböző korok cirkuszait. Ellátogatunk több millió évvel ezelőttre, ahol egy dinoszaurusz érkezik be egy ősemberrel, akkor az ókori Egyiptom birodalmába is ellátogatunk, ahol Kleopátrát felhúzzák a hajánál fogva ez a produkció tulajdonképpen. Az idei nyíregyházi fellépés egy esküvő miatt is emlékezetes marad majd a társulat számára, ugyanis Ötvös Loránd és felesége egy megújító szertartást tartott ezen a héten a cirkuszi sátorban. Az újbóli eskütételt 10. házassági évfordulójukon tették.